A Gárdonyi Géza Színház október 22-én este 19 órakor egy jótékonysági koncertnek ad otthont. Ennek aprópójából fogunk beszélgetni már itt lévő vendégeinkkel. Nagy Erzsébet énektanárnővel, pedagógus, de majd ő elmondja, hogy mi minden titulusa van, és a Gárdonyi Géza Színház hangképző, tanára, mestere, illetve a kedves férjével Dr. Nagy Zoltán aki az egyetem főiskolai docense. Sziasztok, jó estét kívánunk! Jó estét hogy itt lehetünk! A jótékonysági est, ugye kedves kollégánk Blaskó Sárosi Zsófi ő, javára ő, született meg, vagy születik majd meg, aki a színház rendező, asszisztense, illetve dramaturgia. Egy kicsit beszéljünk Zsófinak az elmúlt tizen évéről, mert hogy azóta dolgozik a színházba. Ők azok, bocsánat, hogy sokat beszélek az elején, a láthatatlan kategóriában tartoznak a színházban, hiszen egy dramaturg vagy egy rendezőasszisztens az előadásokban nem láthatók közvetlenül, viszont közvetve nagyon komoly munkát végez. Így van, nélkülük nem, nem, tud megvalósulni sem. Ezen felül Zsófi még meséket is írt, és az egyiket a színház be is mutatta, aminek a társszerzője te vagy, Zoli, ha jól tudom. Igen, egy így kicsit történt. beszéljünk akkor erről így kezdetben, ugye, hogy Zsófinak ezt a az oldalát is mutassuk be egy kicsit. Így van, a Csodatükör című mese, ami Uh, egyfelől, egyfelől a prózát is Zsófi jegyzi, de a dalszövegeket is ő maga írta. Uh -huh. uh, eleinte nem egészen ebben gondolkodott, úgyhogy inkább ilyen verses jellegű dolgok születtek meg a dalok helyett, de aztán annak idején egy pályázat keretében gondolta azt, hogy mi lenne, hogyha ezt egy kicsit megmusikelesítenénk ezt a mesét, és akkor átdolgozta a verseit dalszövegekké, és akkor már megírtam a, a, most, most, hát pár éve bemutatott dalokra körülbelül a kétharmadát, és aztán egyszer csak volt lehetőségünk műsorra tűzni, Uh, hát egy nagyon-nagyon kedves, tanulságos meséről van szó. Uh, esetleg majd a jótékonysági koncerten egy, -egy részletet is tudunk <laughs> Igen, egy kicsit spoiler, ez el jó rendben van. Be tudunk mutatni. Nagyon nagy élmény volt együtt dolgozni a Zsófival, illetve tudod, amikor a te saját darabodat próbálják, és akkor te már fáradt vagy, már mennél haza, már fel is a kabátodat, és akkor hallod, hogy a szomszéd próba terembe, na még egyszer, és még egyszer elnyomják a te dolodat, és még nagyon akkor visszamegyek dolgozni. Igen, tudod, igen. Ez? Ez mindig ilyen, egyfelől nagyon jó érzés, másfelől pedig hát óriási felelősség. És úgy gondolom, hogy nagyon szerették a gyerekek, olyannyira, hogy ilyenkor ugye az embernek mindig két kételjei vannak, hogy hát nem, nem volt ez olyan jó, lehetett volna jobb, ugye jobb mindig lehet. De amikor lementem a, a kisfiammal a játszótérre, és ott a hintázó kislányok az én dalomat énekelték a Zsófi szövegével, hát nem is tudom, mert szaladtam haza elújást. Mi történt? De ez az igazi visszajelzés, azt is hiszem, így, van. Akkor Erzsó, most ugye félbeszakítottam a felkomba, akkor pontosan mi mindennel foglalkozol te? Hát főállásban az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának vagyok a magánének tanára, mert ez van, egy általános A gimnázium és ami is, és én az ami részében a zeneművészetet képviselem. A hangképző és a, a Gárdonyi Géza Színházban pedig hangképző tanár vagyok, hangképző és tanár. Zsófival ez is a... volt alkalmam dolgozni, és Így azt van. ismertem meg. Így van. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is a helyzet most Zsófi, valaminek aprópója lett ez a jótékonysági koncert. Zsófinak van egy alapbetegsége, ami, ami, vele született, gyerekkori betegsége. Ez évek óta kontroll alatt van, és járnak orvoshoz. De sajnos az utóbbi években ez egy, ennek a betegségnek a talaján egy rossz indulatú daganat folyamat támadta meg Zsófit, és nagyon sokszor volt már műtétje, Most legutóbb a tüdejét műtötték, azelőtt a gerinc csigolyáját kellett ki cserélni, a télen nagyon sokan izgultunk, érte szurkoltunk, még fel sem épült, is, már egy újabb műtétnek esett áldozatául, és még sajnos nincs vége ennek. Most az orvosok keresik a, ennek a gyógymódját, hogy találjanak egy olyan olyan hatóanyagot, ami, ami erre célzottan hat ennek a, ennek a betegségnek a meggyógyításával, mert sajnos se a kemetterápia, se a biológiai kezelés nem használ nála, csak a sugárterápia vagy a műtét. A és, és, most egy gén kutatásban vesznek részt, több mint 600 génjét fogják vizsgálni, tehát ez most egy óriási nagy projekt, az, az összes leletét le kellett fordítani angolra, külföldre küldték, tehát rengeteg pénzbe kerül, és én úgy gondoltam, hogy szeretnék segíteni. És hát mm. hogy tudok, úgy, hogyha énekelek, vagy esetleg ennek a, a koncertnek a szervezésében. Részt veszem. Részt veszem. Akkor a koncert ötlete az tőled származik? Vagy? Igen. Én, én, én tőlem jött az első ötlet, amikor kitaláltam, akkor rögtön a férjem, ő rögtön mellettem volt, Utána felhívtuk még nagyon sok barátunkat, és ketten mellénk álltak rögtön. Kik, ez, kik a szereplők, kik azok, akik mellétek álltak? A Gárdonyi Géza Színház nem csak színészei, hanem táncművészei és összes dolgozója, mert beszéltem a fodrászsal, a színpadmester, a, hang, a világos, tehát mindenki tényleg egy emberként állt a jó ügy mellé. Mert ha egy egyik kollégánk, barátunk, aki ráadásul annyira kedves személyiség, csak a szeretet árad belőle, és ő csak adni akar, ő egy egy senkinek egy rosszat nem tett még egész életébe, akkor muszáj neki segítenünk. És én így gondoltam, hogy akkor most ezt elindítom, ezt a folyamatot, nem, tunk, nem tudunk vele rosszat tenni. És mindenki mellé állt, valóban. Így van ez. Uh... Azt hiszem, hogy jellemző a mi közösségünkre, hogy egy kicsit mindig összezárunk a bajban, és megpróbálunk segíteni. Akkor most spoilerezzünk tovább, Zoli. Szpoilerezzünk szó. Tová. Meséljünk egy kicsit a, a műsorról, illetve hát a sztár vendégekről is, mert hogy a Gárdonyi Géza színház dolgozói mellett azért meg a jó ügy mellé álltak. Így van. Ne felejtsük el, hogy ez a két barátunk, akit hívtuk, az egyik te voltál. És, és nagyon sokat segítettél, és ezúton is nagyon köszönjük neked is. Barát Zolcsinak is, aki az est házigazda szerepét vállalta, illetve fel is fog lépni. Ezen kívül hadd mondjam, hogy Istenem ne hagyja ki senkit, mert senkit nem akarok megsérteni, de a Honfi Gábor úr segített a a marketing szuper, részében, marketing, a infóban, így, így van. van, aztán a Vince János úr a jegyek, a ö, plakátok, plakátok nyomtatásában. nyomtatásában, aztán a Hangolda Alapítvány, Kovács testléribe a így van. Ö, segítségével ö, sikerült ezeket a dolgokat, nem is tudom, majd eszembe jut, és akkor majd folytatom, de tényleg az volt a megható, hogy ö, itt már, már ugye a finishbe vagyunk, és össze kellett rakni a műsort. Kiraktuk, a, a, van egy közös csoportunk a egyik közösségi médiában, és ide kiírtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez a koncert megvalósulna, és a dolgozók közül, illetve a, a színműsorok illetve egyéb dolgozók közül annyi uh, ajánlat érkezett, hogy, hogy uh, most már uh, szelektálni, úgy, kell, kell. szelektálni kell sajnos a műsorból, mert mondtam, hogy ember nincs, aki két és fél órát ott végig úgyhogy mondom, egy óra, másfél óránál uh, több nem lehet, úgyhogy nagyon megható volt, hogy milyen sokan mellénk álltak a uh, dolgozók, illetve a művészek uh, közül, illetve sikerült megnyerni az ügynek két nagyon ikonikus alakját a magyar zenei életnek, az egyikük Szabó Attila, aki aki jönni fog, Szabó családdal, tehát a, a fia, fiával, lányával együtt fognak adni egy kis koncertet, uh, illetve a uh, másik óriási név és egy, egy, egy fantasztikus zenész, ő pedig Karácsony János, a, az LGT együttesnek volt, ő ugye a gitárosa, de hát önálló dalszerzőként és gitárművészként nyugodtan mondhatom így, is tevékenykedik. Uh, ő is fel fog lépni, uh, nagyon uh, Színes lesz egyébként a paletta, mert James játszani fog, úgy tudom, Attiláékkal is, önállóan és velünk is fog játszani, de a rock zene mellett lesz musical, lesz operet, lesz vers, lesz mese, tehát Ez nagyon, széles, nagyon széles, széles lesz a palettája a, a, a műsornak. Ez szerintem garancia lesz arra, hogy jól fognak szórakozni az emberek, illetve nagyon-nagyon izgulunk érte, hogy jól sikerüljön. Szóval, hogy akkor elég színes lesz ami műsor, úgy néz ki. De van még egy fontos része ennek a koncertnek, Még pedig az, hogy a Zsófi, kedves nézőink látják itt a stúdióban, körülöttünk nagyon sok színes kép van, illusztrációkat is készít, és úgy gondoltuk, hogy ezeket is, ha lehet így mondani profánul, áruba bocsájtjuk, ami 22-től a színházban lesz kiállítva, és azt beszéltük, hogy a képek ára, egy minimum árat fog tükrözni, ami jelen állás szerint 10.000 forint lesz. Ennél kevesebbet nem, de többet nyugodtan lehet adni a képekért, ami mindig Zsófi gyógyulását segíti. Beszéljünk egy kicsit a jegyekről, meg arról, hogy ha esetleg valaki nem tud eljönni, akkor milyen módon tud segíteni Zsófinak. Zoli nem... a, ez ugye, a, nem... Persze értek, de otthon is ilyen egyébként. A, na, na, sőt. Na, na. Mondjad, a jegyár, egyébként nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, nagyon jó lesz a, a koncert, egységesen 3000 forintért lehet már most is elővételben kapni a Színház jegypénztárában, illetve aki nem tud eljönni, de segíteni szeretne, a hangolda alapítvány, egyesület. hangolda egyesület. Egy, egyesület, bocsánat, bankszámla számán megteheti, a közleménybe oda kell írni, hogy adomány, illetve... Még egy lehetőség. Igen, ezt most látják is, kedves nézőink a képernyő aljára kiírva. Van. A, a előadást egyébként a online közvetíteni fogják, amit szintén meg lehet tekinteni ugyanezért a jegyárért, egy támogatói jegyárért, ami szintén a zsófi gyógyulására szól. És akkor még nagyon fontos elmondanunk, egy kicsit magunkat is fényezzük, hiszen a médiaeger is megpróbál nektek ezáltal segíteni, vagy az est ö, ö, sikerét egy kicsit előmozdítani. Fontos, még egy dolog kimaradt Eger megyi jogú város önkormányzata, amely a, az est ö, részére ingyen rendelkezésre bocsátott a színház épületét, illetve a, jól tudom, még a Szent István Rádió is segít benneteket, tehát igazán széles ö, ez az összefogás. Ö, én azt tudom mondani nektek, hogy nagyon sok erőt kívánok ehhez, tudom, hogy milyen nehéz lesz, még addig van egy néhány nap, amikor is a finis az mindig a legnehezebb, de nagyon kívánom nektek is, Zsófinak is, meg a nézőknek is, hogy a végén mindenki boldogan és elégedetten tudjon hazatérni. Sok erőt nektek, Zsófinak meg gyógyulást kívánunk, szurkolunk neki, imádkozunk érte és bízunk benne, hogy jó útra tér ez a dolog. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt Én volt ég, az a köszönjük. Köszönjük, hogy itt lehet Köszönjük szépen!